Az utóbbi napokban a hazai és a nemzetközi sajtó egyik fő híre arról szól, hogy nem sokára, talán még ebben a hónapban várható Európa szerte is nálunk is a koronavírus járvány harmadik hulláma, ami maga után vonja a járványügyi intézkedések szigorítását. Arról, hogy pontosan mire számíthatunk és mire kell felkészülnünk, dr. László Attila szenátort, Románia szenátusa egészségügyi bizottságának a tagját fogjuk kérdezni a következő percekben. Jó napot kívánok, szenátor! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást. Az utóbbi időben sokat hallottunk arról, hogy a koronavírusnak az eredetitől eltérő brit és dél-afrikai mutáció is bekerültek az országunkba. Mit tud erről, miért jelent ez fokozott veszélyt? Először is azt mutatja, hogy azért látjuk, hogy a lakosság elég mobilis, mert bocsánatot kérek. Értelmében már az ország megyének mintegy felébe jelezték és kimutatták ezeknek a vírustípusoknak a jelenlétét. És egyelőre csak annyit tudunk, hogy mi a fertőzési képességét illeti ezeknek a vírusoknak, ez valamelyest magasabb, mint az eddig terjedő vírusnak. Ugyanakkor pedig az eddigi eset az derült ki, hogy úgy tűnik, hogy valamivel enyhébb lefolyása a betegség, amit okoz. Milyen mértékben várható a járvány felpörgése? Vannak adataik? Mekkora fertőzési rátával kell számolnunk? Nem. Egyelőre csak én nem szeretnék itt számokba bocsátkozni, magasabbnak. Úgy tűnik, hogy a fertőzöttségi képessége ennek az új vírusnak magasabb, mint az eddig keringő vírusnak. Ami az új esetek számát illeti, itt láthatjuk, hogy az előző héthez képest egy 25%-os növekedés volt, de ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezt olyan körülmények között produkáltuk, hogy a tesztek az elvégzett heti lebontásban, az hetente elvégzett tesztek száma az valamelyest kevesebb, mint az előző hété, és az elvégzett tesztek közül szépen csúszik felfele a pozitív eseteknek az aránya. A korábbi hét ilyen 8-9%-os arányától elindult felfele, olyan 11-12% körül van már a pozitív esetek száma az elvégzett tesztek között. Hol tart a beoltási kampány? Hogy látja ezt? Sikerül-e megakadályozni a járványnak az újabb? Hát, hogyha így folytatjuk, akkor egy kicsit nehezen fog ez menni, ugyanis az előző héten mintegy 46%-kal kevesebb oltást végeztek országszerte a két héttel ezelőtthöz képest, illetve azt is látnunk kell, hogy a programálási platform az nem követi a rendelkezésre álló mennyiségeket. Ugyan megnőtt az a mennyiség, ami rendelkezésünkre áll, hétről hétre nő a leszállított mennyiség, amit Románia megkap, de azt is látnunk kell, hogy eléggé nehézkes továbbra is a programálás. Másfelől pedig egyelőre csak bízunk abba, hogy a várakozási listák valóban március 15-én bevezetésre kerülnek. Maradt-e a lakosság hajlandósága? Elég sok kételj fogalmazódott meg, sok mindent lehetett hallani azzal kapcsolatosan, hogy egyik-másik oltás miként működik. Részben látható volt, hogy próbáltak a szakemberek ez ügyben kommunikálni, sikeresnek tartja? Nem, egyáltalán nem tartom sikeresnek. Másrészt pedig nagyon nehéz megítélni összlakossági szinten az oltási hajlandóságot, mert a múlt hétvégén is azt láthattuk, hogy óránként 18 000 embernek sikerült programáltatni magát az újonnan kialakított 173 oltási központban, viszont nagyon sokan továbbra sem tudnak programálni, nem tudják magukat beprogramálni, és egyes központokban pillanatok alatt elkeltek a helyek. Tehát itt nagyon sok javítani valóban, egyrészt a rendelkezésre álló oltóanyag mennyiségének tekintetében, másrészt pedig az újonnan kialakítandó oltási központok tekintetében, mert még mindig ott tartunk, hogy gyakorlatilag nincs még befejezve a második szakasz, és itt elsősorban a 65 év fölöttiekre gondolok,
mert a második szakaszban eléggé korlátozott volt az első, illetve a második oltóanyagnak a mennyisége. A harmadik, amiből több volt, az viszont nem ajánlott az 55 év fölöttieknek egyelőre, és ugyanakkor szándékozzák beindítani a harmadik szakasz, gyakorlatilag bárki beütemezheti az oltást, ami elég sok bonyodalmat okozhat ebben a pillanatban, és nem titkolom, hogy jobban szeretném azt, hogy elsősorban zárjuk le a második szakaszt, és teremtsük meg a feltételeket arra, hogy az 55 év fölöttiek is beoltassák magukat, amikor tehetik. Hát visszatérve arra, hogy esetleg újból szigorítani kell, milyen szigorításokra számíthatunk a közeljövőben? Ezt hogy látja? Mire lesz szükség? Nos, én azt látom egyelőre, hogy egyre több olyan település van, amelyik közeledik, vagy négy település már túllépte a 4000-es fertőzöttségi szintet. Ha így folytatjuk, és itt főleg a nagyvárosokra gondolok, illetve a nagyvárosok körüli települések, nagy valószínűséggel, hogy csúszni fognak felfele, ami újabb intézkedések bevezetését fogja igényelni, és itt elsősorban megszorító intézkedésekre gondolok. Viszont azt is látnom kell, hogy az idő felmelegedésével azért elég lazán kezelik, főleg a nagyvárosokban ezeknek az intézkedéseknek a betartását, és ezt néhány napos késéssel mindig szomorúan konstatáljuk, nagy valószínűséggel azokat a számokat, amiket ma is nyilvánosságra hoztak, és ez egy 4000 fölötti új esetszám, ugyanakkor meg azok a statisztikai adatok, amelyek azt mutatják, hogy megint kezdenek megtelni a rendelkezésre álló intézmények ágyai, ez azért egy eléggé aggasztó jelenségre kéne felhívja a figyelmünket, és mindent meg kéne tennünk annak érdekében, hogy ne kerüljünk ismét a tavaly november-decemberi helyzetben, ami egy rendkívül kritikus helyzetet teremtett országszerte. Hát ez bizonyára senki nem kívánná. Szenátor úr, nagyon szépen köszönjük a bejelentést. Nagyon szépen köszönöm én is. Ugyanebben a témakörbe tartozik az epidemiológus szakemberektől származó megállapítás, mely szerint a bezártság és távolságtartás fokozottan érzékenyé teszi a lakosságot az egyébként jelentéktelennek tartott szezonális megküléseket, náthákat okozó vírusokkal szemben. Hogyan is működik ez, mi is okozza? Erről kérdezzük dr. Molnár Géza járványügyi szakorvost, akit telefonon köszönhetünk adásunkban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, és köszönöm a felkérést, és üdvözlöm, és egészséget kívánok minden nézőnek. Nos, hát most már több mint egy éve megváltozott radikálisan az életünk, ugye ez hát a személyes szabadságunkat is érinti, a társainktól való távolságtartás, meg a mozgásszabadságunkat egyaránt. Hogyan hat ki ez testi és lelki egészségünkre, doktor úr? Hát itt vissza kell térjünk Sehely János stressz elméletéhez. Ugye Kanadába élt magyar származású tudós, aki a stressz elmélete folyamán megállapította és leszögezte azt minden bizonysággal, hogy a szervezet részéről, az összszervezet részéről minden szinten a túlélés és élettani képességeknek a biztosítása érdekében van egy válaszreakció. Ez a válaszreakció egyszer vészreakció, aztán ellenállási reakció, utána pedig, ha hosszú ideig tart, vagy a stressz túl magas szinten van, akkor a kimerülés szindrómájához vezet. Na most természetesen különösen a fiatal generációkat ebbe az úgynevezett általánosított, globalizált demokráciában megszoktattuk arra, hogy mindent megkaphatnak, mindenhol lehetnek azokkal, és akkor, amikor csak akarnak, hogy minden úgy viselkedhetnek, ahogy nekünk jól esik. Ezt most gyakorlatilag egy új vírus okozta világjárvány felfüggesztette, ezért természetesen az életvitelünk és az életfeltételeink radikálisan megváltoztak, úgy a minden korosztályba, kezdve az iskolás gyerekeknek a tanítási rendszerétől egészen az idősebbeknek a otthontartásáig.
Sajnos nagyon sokat kritizáltuk annak idején tavaly decemberében, januárjában, februárjában a kínaiakat a karanténrendszernek az újra felvezetéséről, ami egy több mint 1000 éves múltra tekint vissza. Velencébe 1127-ben vezették be a pestis járvány idején. Na most ez újra rehabilitálva volt, de viszont nekik sikeres volt, már a karanténrendszerük diktatórikus módon, de jó volt. Nálunk viszont a karanténrendszer sajnos nem bizonyította kimutathatóan, csak nagyon rövid időre azt, hogy eredményes volt, viszont megbosszulta magát úgy pszichológiai hatás szempontjából, és az elsősorban a pszichológusoknak és a szociológusnak, a szociológusoknak az érdeklődési köre, mint a gyakorlatilag az immunitás védekező képesség, ellenálló képesség alkalmazkodásnak a szempontjából. Ennek természetesen számtalan oka van. Félelem, rettegés a betegségtől, az ismeretlenségtől, szorongás a szeretteink miatt, alvászavar, fáradtság, frusztráció, ami sajnos haragba, dűbe, agresszivitásba vándorolhat át, munkaképesség csökkenése, stb. Stb. Elsősorban, úgy ahogy említett bizonyos dolgokat László Attila szenátor úr is, ez a fantasztikus hírözön, ami naponta bombázza negatív hírekkel, félelemkeltésekkel, bizonytalansággal, fenyegetésekkel a betegség és a halál szempontjából, korlátozásoknak a jövendő emelésének a lehetősége, vagy a büntetéseknek az előrejelzése nem vezethetett semmi máshoz, csak ahhoz, hogy eljussunk a Selye János stresszelméletének a harmadik fázisába is, a kimerülés fázisába is, ami sajnos úgy egyéni szinten elég gyakran és mind gyakrabban, evel a világirodalom most már komolyan foglalkozik, a szakirodalom természetesen, mint a társadalom szintjén látjuk, hogy egész civilizált Európában mindenhol tüntetések, illetve elégedetlenség kifejezések történnek. Ezek a negatív hírözönök a nem előrelátható vagy meghatározott időre kiszámítható valamikkel, ellentmondásokkal teli hírözönnel, egyik gyógyszer jó, másik nem jó, hónap már melyik jó volt, nem jó, az oltóanyagok hatékonysága szempontjából egyik jó, másik nem jó, csak kimondottan gazdasági vagy politikai okok miatt elítélve. Az oltás nem kötelező, de a korlátozásokkal fenyegethető, anyagi jövedelmi hátrányok, megélhetés szint, kirekesztés egy társadalmi kapcsolattartásból, és különösen, ezt mindig kihangsúlyozom, az iskola hiánya az, ami gyakorlatilag a gyereknek nem csak a tanulását, hanem a társadalmi beintegrálódását és az élet lehetőségeinek a tágítását biztosítja. Tehát számítunk és létezik egy úgynevezett karantén stressz, és ez a karantén stressz sajnos még a poszttraumás stressz állapotba is, ahol a gondolatok, az érzések és a viselkedés kölcsönössége negatív pszichés állapotok fenntartásába különös szerepet játszik. Rányos. Gondoljunk csak konkrétan a legszimplább dologra. Fáj a fejem, vajon nem COVID? Étkezés, szedentarizmus, ellenőrzés hiánya, egészségügyi ellenőrzés hiánya, a cukorbajosoknak még akkor is addig jól volt, a felborulás az egyensúlyállapotnak, a magas vérnyomásosoknak az ingadozó vérnyomás beállítása, televízió és olvasás, ami túlzottan látási fáradtsághoz vezet, mozgáshiány a mozgásszervi ártalma kiújulásához vezethet, beállnak az úgynevezett tisztaságmániák, tesztelési mániák, stb. 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 Ami természetesen, úgy ahogy mondtam, az egész szervezetnek, inkluszíve beleértve a hormon zavarokat is, kezdve a pajzsmirigytől,
egészen a petefészeknek, a mellékvesek érgeknek a működéséig, mindenhol megbosszulja magát. Doktor úr, az lett volna az utolsó kérdésem, de gyakorlatilag megválaszoltam, hogy miként viselkedjünk ebben az időszakban, és hogy miken kéne változtatni, de hát az utolsó mondatai gyakorlatilag erről szóltak. Mindenképpen visszatérünk erre a kérdésre, hiszen roppant fontos és izgalmas dolgokat közölt velünk. Én köszönöm szépen, hogy bejelentkezett a műsorba, és elmondta mindezeket. Én is köszönöm a meghallgatást. Viszonthallásra. We'll be right back.